megjelent tagjait, Rózsa Sándor jegyző urat, meghívott kedves vendégeinket és a kedves televízió nézőket. Bejelentem a jelenléti ív alapján, hogy 10 képviselő van jelen. Távolmaradását bejelentette dr. Kovács László képviselőtársunk, az ülés határon, hogy képes az ülést megnyitni. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület, akik minket meghívóban foglaltak, megfelelően tárgyalja meg a napirendeket, azzal a változtatással, hogy az alábbi napirend kerüljön felvételre. Javaslat a Karcak Kincse rendezvényszervező non-profit korlátolt felelősségű társaság javadalmazási szabályzatának elfogadására. Döntsünk erről, hogy felvegyük-e, aki tudja támogatni a felvételt, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás, hogy egyhangulat fogadjuk el. Van-e valakinek napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor a teljes napirendről döntsünk, aki támogatja, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy a 23-tól 26-ig terjedő napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja meg a képviselőtestület. Aki ezzel egyetért, jelezze, kérem. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Tisztelt jelenlévő, tisztelt képviselőtestület, az ENSZ közgyűlése 2005-ben nyilvánította január 27-ét nemzetközi holokauszt emléknappá. Az egyhangulag elfogadott határozat hangsúlyozza az emlékezés és a tanítás kötelességét, hogy a jövő nemzedékei megismerjék a 6 millió, igen nagy többségében zsidó áldozatot követelő náci tömeggyilkosságok történetét. A haláltábor felszabadításának 73. évfordulója alkalmával kérem, hogy egy perces néma felállással adózzunk az áldozatok emlékére. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek tárgyalása előtt köszönteni szeretném Kovács Szilvia alpolgármester asszonyt abból az alkalomból, hogy a legszebb konyhakertek, Magyarország legszebb konyhakertjei országos program sikeres, kiemelkedő színvonalú, példamutató megvalósításáért a Magyar Örökség díj kitüntető cím elismerésben részesült. A kitüntetéshez az önkormányzat nevében szívből gratulálok, további jó erőt, jó egészséget, jó munkát kívánok, és jelentem, hogy megtekinthető itt az oklevél pecséttel, amit alpolgármester asszony kapott, és kérem, hogy fáradjon ki ide az MLB elé egy ajándék átvételre. Tisztelt képviselőtestület, köszönteni szeretném továbbá Fejesné Koppány Gabriellát, akinek a közelmúltban a Magyarországi Csipkeverés és Varrás élő hagyománya című javaslata felvételt nyert a Magyar Értéktárba, amely megerősítheti valamennyi csipkeverőt a maradandó hagyomány tovább éltetésében. Az érdemelismerésében segítséget nyújtottak közös gyűjtéseikkel a Kun Rózsa Csipkekör tagjai, szeretettel köszöntöm őket is itt a teremben. A résztvevő etnográfus csipkeszakértő, valamint testvére Koppány Mária, és sok-sok támogató, akik ajánlásaikkal segítették a közös munkát. A rangos elismeréshez az önkormányzat nevében gratulálok, további alkotó munkájához erőt, egészséget kívánok. Felkérem, hogy legyen kedves kifáradni az emelvényre és az ajándékot átvenni.
Tisztelt képviselőtestület, felkérem jegyző urat, hogy a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről legyen kedves tájékoztatást adni. 2017. december 14-én rendezték meg a Kovács Mihály Általános Iskola karácsonyi műsoros estjét a Lérini Kulturális Központban. December 15-én az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola várta a karácsonyi hangversenyére a zenekedvelőket a Lérini Kulturális Központban. Szintén december 15-én tartották a Marista testvérek bicentenáriumi zárórendezvényét és a Szent Pál Marista Általános Iskola Názáreti Csillag című előadását. Jelen voltak Pánti Ildikó és Nagyné László Erzsébet képviselők, valamint Kovács Szilvia alpolgármestere. December 16-án a Körömvirág Együttes adventi ünnepi műsorára várták szeretettel az érdeklődőket a Lérini Kulturális Központba. Köszöntőt mondott és az adventi gyertyát meggyújtotta Szepesi Tibor önkormányzati képviselő. A képviselőtestületből részt vettek Pánti Ildikó és dr. Kanász Nagy László képviselők. December 16-án és 17-én nagykunsági galambkiállításra várta a látogatókat a Karcagi Galambtenyésztő Egyesület. A rendezvényen jelen volt Pánti Ildikó képviselő, a díjakat Dobos László polgármester úr adta át. December 17-én a kenderesi Betlehemi Láng átadó ünnepségen Kovács Szilvia alpolgármester képviselte városunkat. December 19-én tartották a Nyugdíjas Pedagógus Klub karácsonyi ünnepségét. Az önkormányzatot Pánti Ildikó képviselte az ünnepségen. Szintén december 19-én a Horváth Ferenc úti idősek otthonában tartották karácsonyi ünnepségüket az idősek. A rendezvényen részt vettek Molnár Pál képviselő és Dobos László polgármester úr. Szintén december 19-én került megrendezésre a Jász-Nagykun Szolnok megyei asztali tenisz diákolimpia döntő a Városi Sportcsarnokban. Köszöntőt mondott és a díjakat átadta Szepesi Tibor képviselő. December 20-án rendezték meg a Zöldfa úti idősek otthona karácsonyi estjét, ahol Pánti Ildikó és Molnár Pál képviselték a város vezetését. Szintén december 20-án rendezte meg a Dalma Dance Club évzáró gálaestjét a Lérini Kulturális Központban. A résztvevőket Szepesi Tibor képviselő köszöntötte. December 21-én tartották a Kárdas György Általános Iskola és Szakiskola karácsonyi ünnepségét. A rendezvényen jelen volt Pánti Ildikó képviselőasszony. Szintén december 21-én a NAV ügyfélszolgálatot nyitott a Karcagi kormányablakban. Az eseményen jelen volt Kovács Szilvia alpolgármester, köszöntőt mondott Dobos László polgármester úr. December 22-én tartották a Győr István Katolikus Általános Iskola karácsonyi ünnepségét, melyen részt vett Pánti Ildikó képviselő. December 23-án a katolikus templomban ünnepelték az advent 4. alkalmát. Az ünnepi műsorban közreműködtek a Győr István Katolikus Általános Iskola diákjai, valamint a Kátai Gábor Kórház Madison kórusa. Köszöntőt mondott és az adventi gyertyát meggyújtotta dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, országgyűlési képviselő. Köszöntőt mondott Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos. Az ünnepi alkalmon Pánti Ildikó, Nagyné László Erzsébet, dr. Kanász Nagy László, Molnár Pál és Szepesi Tibor képviselők, valamint Kovács Szilvia alpolgármester képviselték városunk vezetését. Január 14-én a református templomban nagy tiszteletű Koncné Lehocki Krisztina lelkészasszony igehirdetésével ünnepi istentiszteleten emlékeztünk a 75 évvel ezelőtt bekövetkezett Doni katasztrófa áldozataira. A Kumpjéta emlékműnél Kovács Sándor, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke emlékezett a hősökre, majd mécsesek gyújtásával róttuk le kegyeletünket az áldozatok előtt. A megemlékezésen jelen voltak dr. Kanász Nagy László, Pánti Ildikó és Szepesi Tibor képviselők, a város koszorúját Gyurcsek János alpolgármester és Dobos László polgármester helyezték el az áldozatok emlékműnénél. Január 19-én a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezett városi ünnepségen beszédet mondott főtisztelendő Steinbach József úr, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Ezen a napon adták át a Karcagváros kultúrájáért díjakat és a Karcagváros sportjáért díjat. A díjazottakat Dobos László polgármester úr köszöntötte.
Ünnepi műsorra a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium tanulói készültek. Az ünnepségen részt vettek Karcagi Nagy Zoltán, dr. Kanász Nagy László, Bán Tildikó, Nagyné László Erzsébet, Molnár Pál és Szepesi Tibor képviselők. Január 22-én és 24-én az Egyetemes Imahét rendezvényein Bán Tildikó képviselte az önkormányzatot a Református Gyülekezeti Házban és a Baptista Imaházban. Január 25-én, azaz ma, a Filmharmóniai Hangversenysorozat második alkalmára várták a Dérini Kulturális Központba az általános iskolás diákokat. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és még az eseményekhez annyit tisztelt jelenlévők, hogy ismételten kiadásra került a Karcagi Kalendárium, mindenkinek ajánlom szíves figyelmébe. Többen meg is találhatták itt a padokban a újabb, a legújabb példányt. Köszönöm jegyző úr tájékoztatását. Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim, napirend előtti kérdések feltételére van lehetőség. Lengyel János képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. A decemberi interpellációmmal kapcsolatban el szeretném mondani, hogy korrekt módon levélbe értesített polgármester úr a felszólalásom következményeiről, például a Vágóhíd út minőségét és útkaparásának munkálatainak a hiányát kifogásoltam. Levélben értesültem arról, hogy helyszíni szemle során a hivatal munkatársa is szembesültek az út katasztrofális állapotáról. Megerősítették, hogy valóban szükségesek a munkálatok. A közútkezelőt polgármester úr írásban kérte a munka elvégzésére, és fotókkal is alátámasztották ennek szükségességét. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Úgy vélem, úgy korrekt, ha én is tájékoztatom polgármester urat a további fejleményekről. Nos, hó elején a Vágóhíd utcán sárga autókból 7-8 sárga mellényes munkás érkezett, és megkezdte a munkáját lapátokkal felszerelkezve. És elkezdték a munkálatokat. Ami abból állt, hogy a vizet, ami felgyűlt az úttesten, az óriási kátyúkból, icipici kis vájatokon, az útpatkát átvágva levezették. Amikor az ott lakók számon kérték őket, hogy önök szerint ez jó megoldás, azt felelték, hogy szerintük sem így kellene, de erre kaptak utasítást. Ezzel a hitvány módon elvégzett munkával én úgy érzem, hogy a közútkezelő ismét gúnytűzött belőlünk, karcagi lakosokból. Ismét érezteti velünk, hogy bármit megtehet következmények nélkül. Mint korábban is említettem, érezhető és érezteti is ez a szervezet azt, hogy sorozatosan, ahol csak tud, keresztbe tesz Karcag városának. Folyamatosan gátolja a város fejlődését. Gondolok itt az el nem készült, pedig korábban beígért kisújszállási útra, illetve a Dózsa-György út minőségére. Micsoda nagy kontraszt van a szép művelődési ház és a térköves járdák között elterülő, szégyenkezésre okot adó, minősítetetlen út között. Tudom, hisz többször is említette polgármester úr, hogy nagy csatát vívnak Andrássy András képviselőtársammal, Szolnokon a közútkezelővel szemben, de úgy látszik, ez nem elég. Kérdésem az, hogy lát-e esélyt polgármester úr arra, hogy a jövőben változni fog a közútkezelő hozzáállása a Karcag városában elvégezendő munkákhoz. Ön szerint hogyan, milyen eszközökkel lehetne elérni azt, hogy elvárható módon elkezdjenek dolgozni? Továbbá kérném szépen a testület tagjait is, hogy amikor majd értékelnünk kell ennek a szervezetnek a munkáját, az előbb említett okok miatt eddigi gyakorlattól eltérően minősítsék a közútkezelő munkáját. Tegyük élhetőbbé városunkat. Köszönöm szépen, várom megtisztelő válaszát. Köszönöm szépen a tájékoztatást, ami kiderült a napirend előtti felszólalásból, hogy mi valóban megtettük, amit megtehettünk ebben az ügyben. Ha így történt ez a munkavégzés, az nagyon szomorú és elkeserítő tényleg. Hogy látok-e valamilyen megoldást a helyzet orvoslására? Igen, szerintem kezdeményeznem kell, vagy kezdeményeznünk kell a közút KHT megyei igazgatójának a leváltását. Másképpen nem fog működni ez a történet.
ebben az ügyben el fogok járni megfelelő helyeken, ennyit tudok mondani, mert végtől bosszan bennünket, mindannyiunkat ez a hozzáállás. Köszönöm a tájékoztatást. Van-e további napirend előtti felszólalás, kérdés? Jelenkezést nem látok, akkor tisztelt képviselőtestület, javaslom, hogy térjünk rá a napirendek megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat a 2018. évi költségvetési kitekintő határozat meghozatalára. Tisztelt képviselőtestület, már ezzel az anyaggal előre dolgozunk, körülbelül 3 évre tervezgetünk. Vitára bocsájtom a napirendet, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni a kitekintő határozat elfogadását? Igen, nem, tartózkodás, egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. Második napirendi pontunk. Javaslat a Karcag Városi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezetre. Tisztelt képviselőtestület, tisztelt jelenlévők, bejelentem, hogy a második napirendi pont közmeghallgatás keretében kerül megtárgyalásra, amelynek során az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a költségvetéshez kapcsolódó közérdekű kérdést, javaslatot tehetnek 5 perces időkorlátozással. Megkezdjük akkor a közmeghallgatást. Van-e jelenkező bármilyen témában, illetve nem bármilyen témában, hanem a költségvetéssel kapcsolatban? Tóth Dezső úr kér szó, tessék parancsolni. Üdvözlöm, polgármester úr, képviselő urakat, tévénézőket és a jelenlévőket. Én nekem egy olyan problémám volna, amit kicsit rám hárítottak. Például küldtek egy videót nekem, amit megosztottam, és ennek a videónak már több mint 10 000 nézője volt. Ez az északi új teleppel kapcsolatos. Ez úgy adták ide nekem, hogy ha lehet, jöjjek ide. Én igaz, hogy írtam a falamon nekik, hogy jöjjenek többen is. De nem mernek jönni, mert félnek. De azt is megmondom, hogy miért. Mert következő turnusban nem igen fognak azt mondják akkor dolgozni. Én már ettől nem félek, mert én már ezen túl vagyok. Úgyhogy én, mint állampolgár, megbíztak meg, mint úgy, hogy voltam aktivista, voltam segítője az ők képviselőknek, meg itt több képviselőnek, és az emberek sajnos mindig nekem mondják ezt. Mivel hogy nekik volna érdekek az, hogy ide jöjjenek és ezt feltárják. Ha megtetszene, nézd ezt a videót, nagyon elszörnyűkednének rajta, mert tiszta pocsolyába járnak a gyerekek, iskolába, óvodába, kórházba vagy bárhol mennek, előtte meg kell nézni, hogy hogy jöjjenek ki, mert ha kijönnek az utcára, után csupa pocsolyáson kell bemenni bárhová. Még van még egy olyan kérdésem, hogy amit nekem a délkülvárosi lakosok, meg a környező lakosok mondtak azt, mert ugye mostanában eléggé járkálok, mert van időm, hogy egy pár képviselőt, aki ott képviselő, van belőle 3. Tisztelt Ildikó néni, akit nagyon tisztelek, meg becsülök, Szepesi úr, meg Karcagi Nagy Zoltán úr. Azt mondják, hogy ígértek nekik valamit, amikor választás volt. És szeretnék, hogyha közölnék velek, hogy mi az abból, amit megtettek. Mert úgy lássuk, én is személy szerint, hogy abból semmi nem lett meg. Azt mondják az emberek, hogy ugye így szoktuk mondani karcögösen nyelven, magyarul a szegény emberek, hogy a vasúttól arra már nem tartozik egyáltalán Karcaghoz. Ezt mind sajnos így érezzük. Vagy az északi fele, vagy bárhova. Itt is van egy pont, egy fotó, hogy mutassa a hölgy, de mondjuk ez... Jó, majd utána elmondom, Marika, üljél-e. Én azért folytatnám tovább.
ezt a dolgot, amit elkezdtem. Azt mondom, a Tóth úr kapott szót, legyen kedves helyet foglalni, jó? Most a videózásnak vége. Sajnos ezekkel a dolgokkal szembe kaptam egy olyan figyelmeztetést, sőt, fenyegetésnek is vehetem, hogy akik a közmunkában vannak, lehet, hogy főnökök, vagy nem tudom kikek, én úgy szoktam őket nevezni a pitbullok. De sajnos én meg egy kutyakiképző voltam mindig, az is vagyok, még papíron, nem félek az ilyesmitől, hogy nekem a családom miért nem fog dolgozni. Egyik. Nekem van egy olyan volt feleségem, akivel már hosszú évtizedek óta nem élek együtt. Annak vágták szemébe, mivel hogy a Tóth Dezsőné nem fog dolgozni. Én ezt nem becsülöm egyáltalán az ilyen munkát, nem is ajánlom senkinek, mert nekem is vannak olyan dolgaim, amiben én is, ha ilyen dolog történik, szívesen lépek jogilag is, mert vannak itt olyan dolgok, amit nagyon sokan nem egyenes úton próbáltak meg elintézni. És ezzel kapcsolatban nem szeretném, hogy ilyen bármelyik embert ilyen intúzus jönne, mert sajnos Karcogon én azt vettem én hosszú évek óta, hogy az egész munkarendszer, az egész rendszer így dolgozik, vagyis így működik. Én csak ennyit akartam mondani egyelőre, majd még van egy dolog, amit most csináltunk egy videót. Ezt is fel szeretném tenni. Igaz, hogy egy kicsit olyan visszafogott vagyok benne, mert saját magam kommentáltam az egészet. És, de szerintem, hogyha itt nem tudom, mert először várnám azt, hogy a képviselők mit mondanak, azok a képviselők, akinek a nevét kimondtam, hogy mit tettek, mit mondtak. Azt mondták az emberek, addig ezt ne tárjam ki. De szerintem ki fogom tárni, vagy fel fogom tenni, hát ha ezt is megnézem a 10 000 ember. Köszönöm szépen, ennyit akartam. Köszönöm szépen. Le szeretném szögezni, hogy itt ebben a városban senkinek nem kell félni semmitől. Nem következik egyetlen nyilatkozat után sem semmiféle retorzió. Még erre nem volt példa, és nem is lesz példa. Úgyhogy ebben biztos lehet Tóth úr. Megpróbáltam kihámozni a gondolatmenetéből azt, hogy mi a fő probléma, és ez az utak állapota. Ez valóban komoly probléma, hogy úgy néznek ki az utak, ahogy. Szeretném megkérdezni, hogy ezeken az utcákon, ahol nincs út alap, meg nincs köves út, alakultak-e már olyan közösségek, amik szeretnének ezen változtatni. Magyarul az utcalakók összefogtak-e abban az ügyben, hogy ott legyen köves út. Ha Tóth úr kimegy az ülésteremből, és elsétál oda az alpolgármesteri szoba környékére, nagyon sok térképet talál, ahol az látszik, hogy a 90-es években robbanásszerűen megnövekedett a közutak száma, óriási fejlődésen ment keresztül a város. Nos, ez úgy történt, hogy az utcabéliek összefogtak, alakítottak egy közösséget, egy útalapépítő vagy útépítő közösséget. Nyitottak egy számlaszámot az OTP-ben, befizették a kis pénzüket, ami az ingatlanokra külön-külön járt, akik itt ülnek, emlékezhetnek erre a történetre, és ehhez adott segítséget a város. Ezért kérdezem, hogy ott alakultak-e már ilyen útalapépítő közösségek. Gyanítom, hogy nem, mert még senki nem jelezte azt, hogy így összefognának és szeretnék orvosolni ezt a helyzetet. Szóval azt nem lehet azért várni, a városnak is van egy teherbíró képessége, egy határa, hogy úgy ingyen és bérmentve bárkinek bármilyen utat vagy egyéb más dolgot készítsen. Ez az útalapra is vonatkozik, a szennyvízre is vonatkozik. Ettől függetlenül, miután tudjuk, hogy a lakosság egy részének szintén vannak pénzügyi, gazdasági korlátai, természetesen a város, ahogy
a lehetőségei engedik, úgy próbál segíteni és fejleszteni. Tehát egyfelől van egy olyan, hogy vannak az utcák többsége úgy készült el, hogy egy ilyen közös pénzügyi tranzakció okán, na most oda a kis nyugdíjasoktól kezdve a szegény emberekig sok mindenki beletette a kis pénzét, nehezen tudnám nekik megmagyarázni, hogy most meg ingyen építünk utakat. Akkor ők meg jogosan kérdeznék azt, hogy milyen alapon kellett nekik fizetni. Tehát valahogy közös nevezőre kellene jutni ebben, és még egyszer mondom, ahogy tud, az önkormányzat segít a pénzügyi lehetőségeket figyelembe véve. Ez most nem olyan robbanásszerű fejlesztés. Ennek ellenére mind az északi, mind a déli részen ebben az évben is tervezünk útalapépítéseket. Ahogy az idő jobbra fordul, majd megtetszenek látni, hogy elindulnak a munkálatok. A nevezett képviselők tökéletesen végzik a munkájukat. Tökéletesen. Nekik is megvannak a korlátaik. Van például lehetőség arra, hogy 2 millió forint értékben fejlesztést végezzenek a körzetükben. Az a 2 millió forint nagyon csekély összeg. A mai napon egy napirendi pontnál tárgyalunk útalapépítést. Egy reménybeli pályázaton szeretnénk nyerni 10 millió forintot. 1200 méterre elegendő legfeljebb útalapra. Tehát akkor tessenek gondolni, végig gondolni, hogy az a 2 millió forint mire elég. De ma annak is örülünk természetesen. Úgyhogy inkább arra kellene valami megoldást találni, és jó lenne, ha ön is szorgalmazná a reklamálóknál, hogy legyenek kedvesek egy kicsikét mindig félretenni, és valamennyivel összejönni, és beszállni ebbe, vagy legalább a szándékot mutatni. Tehát nem mindig azt mondani, és kérni, és követelni, hogy kapjunk meg valamit. Közös munka alapján tudunk sikerülre jutni. Köszönöm szépen. Van-e más jelentkező? Közmeghallgatás keretében. Ha nincs, akkor a közmeghallgatást bezárom, és rátérünk a második napi rendi pont megtárgyalására, ami javaslat a Karcagvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló rendelettervezetre. Köszönjük szépen, hogy eltetszettek jönni, és további jó egészséget, jó munkát kívánunk a körnek. Tisztelt képviselőtestület, a mai napon mondhatom, hogy a legfontosabb napirendi pontunkhoz érkeztünk, hiszen a költségvetési rendelet megalkotása az egész éves munkát, terveink megvalósítását teszi lehetővé, sőt, nyugodtan mondhatom, a következő éveket is megalapozza minden egyes költségvetés. Vitára bocsájtom a napirendi pontot, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Karcagi Nagy Zoltán képviselő kér szót, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársak, kedves jelenlévők, tisztelt televíziónézők! Az államháztartásról szóló 2011 évi 195-ös törvény 24. paragrafus 3. bekezdésé alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselőtestületnek. A most beterjesztésre kerülő rendelet tervezet szerint a Karcagvárosi Önkormányzat 2018 évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 5.928.357.880 forint. A 2018 évi költségvetés tervezete a Pénzügyi Fejlesztési és Mezőgazdasági Bizottság 2018. január 17-i ülésén bevételi és kiadási oldalon egyező fő összeggel egyensúlyban került megtárgyalásra. A költségvetés megalkotásának fő irányvonalát a működés előző évekhez hasonló színvonalú történő biztosítása, a folyamatban lévő fejlesztések megvalósítása, az újabb pályázati lehetőségek kihasználása, valamint az ezekhez szükséges önerő biztosítása jelentette. A közbiztonsághoz kapcsolódóan
A rendelet tervezetben megjelenik az előző évben kiépített kamerarendszer működtetése és bővítése újabb 17 kameraállással. Kiemelt feladat az orvosi ellátás színvonalának megtartása, az ügyeleti ellátás és a házi orvos gyermekorvos utánpótlás biztosításával. A települési támogatások rendszerében nem történik változás, szociális alapon az előző évekhez hasonlóan biztosítjuk a rendszeres és rendkívüli támogatásokat. Új elemként jelenik meg a költségvetés tervezetben a karcagi lakóhelyen rendelkező újszülöttek támogatása, a baba csomag, melyet nem szociális, hanem anyagi jogon biztosítanánk minden újszülött számára 2018. január 1-től. A választott körzetek településfejlesztési kiadásaira, tehát a körzeti képviselők képviselői keretére az előző évhez hasonlóan külön keretet határoztunk meg. Továbbra is kiemelt feladat tilalmas ivóvíz és gazdasági víz ellátásának biztosítása. Folytatni kívánjuk a lakossági szennyvízbekötések támogatásának rendszerét is. A 2018 évi költségvetési rendelet tervezetben a közszférában kialakult bérfeszültségek ellentételezésére önkormányzatunk az általános tartalék 200 millió forintos összegén belül 130 millió forintot biztosít, átlagosan 11% béremelés fedezetére. Az önkormányzat és a karcagi többcélú kistérségi társulás fenntartása alá tartozó intézményekben, valamint az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál. A béremelés a pedagógus munkakörben dolgozók kivételével minden más munkakörben foglalkoztatott dolgozót érint, ahol még nem történt a pedagógus életpálya modellhez hasonló nagyságrendű ágazati bérrendezés. A bérfejlesztés intézményenként február végéig kerül majd kidolgozására, 2018. január 1-jéig visszamenő hatállyal. A bérfejlesztésre biztosított kereten belül az intézmények vezetői saját hatáskörben differenciálhatnak a dolgozók között. A bérfejlesztésre rendelkezésre álló keret a költségvetési rendelet módosításával fog az intézmények között lebontásra kerülni, a visszamenőleges emelést a márciusi illetmény utalásával kapják majd meg a dolgozók. Önkormányzatunk a kötelező és önként vállalt feladatokat 2018 évben is folyamatosan ellátja. Fizetőképességünket mindenképpen megőrizzük, ehhez azonban továbbra is szükséges átgondolt és költségtakaros gazdálkodást folytatni. Tisztelt testület, a Pénzügyi Fejlesztés és Mezőgazdasági Bizottság megtárgyalta, a napirendi pontot támogatta, és a tisztelt testületnek elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök úr tájékoztatóját. Van-e további jelenkedés? Szepesi Tibor képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen. A Költségvetési Intézmények Érdek Egyeztető Fóruma is megtárgyalta a költségvetést egybehangzóan egy tartózkodás mellett, de elfogadásra javasolta, és az intézmények képviselői külön kiemelték az előbb is elhangzott lehetőséget, amelyben a költségvetésünk 130 millió forintot biztosít az elmondott béremelésre. Nagyon szépen köszönik az intézmények ezt a lehetőséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászólás? Lengyel János képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, ugyanezen a bizottsági gyűlésen elhangzott Molnár Pál képviselőtársamtól egy felvetés, amit mi támogatni tudunk, ez pedig a képviselőknek a 2 milliós keretéről szólna, egy pályázattal be tudná kapcsolni, és akkor 8 millió jutna egyből járdákra és utakra. Mi ezt tudjuk támogatni, ezt a felvetést, átgondolását javasoljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a felvetést. Molnár Pál képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót. Nem pontos a idézet, akár a jegyzőkönyv meg is lehet nézni. Én a képviselőtársaimat abba az irányba próbáltam
elvinni, ilyen csúnya szóval fogalmazva, vagy javasolni próbáltam a képviselőtársaimnak, hogyha már van 2 millió forintos képviselői keret, és a körzetekbe felvetődött, hogy nagyon sok helyen járdaépítési, járdajavítási, útjavítási probléma van, javasoltam mindenkinek, hogy minél többet, akár az egész 2 millió forintos keretet fordítsuk járda és útjavításra, és akkor egy újabb, nagyobb járdajavítási programot tudnánk ezekből a képviselőkeretekből elvégezni, ugyanis a közmunkaprogram pályázat keretében, amely pályázat be van adva, befogadásra került, 16 millió forintos keret összegig útkártyúzásra és járdajavításra lesz lehetőség. És hogyha ezeket szépen összerakosgatjuk, és a képviselők hajlandók abba az irányba elmozdulni, hogy a képviselő körzeti pénzből minél többet használjanak föl aszfaltozásra, akkor értelemszerűen nagyobb mennyiségű kártyúzási, útjavítási és járdajavítási munkákat tudunk elvégezni. Így kerek a történet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólást. Én most úgy gondolom, hogy ne kanyarodjunk vissza a bizottsági ülésre, hogy ki mit mondott. Ez a 16 millió forint egy nagyon pici szelete az egész költségvetésnek. Nyilván ez egy terv, egy tervezet. Ez ezerszer fog még átalakulni és módosulni, és nyilvánvalóan már mindenki nagyon jól tudja, hogy egyébként negyedévenként meg módosítani is kell, és az élethez igazítjuk ezt. Ez egy váz, egy alap. Ha odaérünk, majd akkor meglátjuk, hogy mi lesz a praktikus, mi lesz a célszerű, hiszen egyéb más pályázatoknál is pontosan azért különítünk el egy tartalékkeretet, hogy a már meglévő, felbukkanó és ezután elébünk tároló pályázatok önerejét is lehessen biztosítani. El fogjuk dönteni. Én vállalom azt, hogy én a körzet képviselőit egyenként meg fogom interjúvolni, utána közösen összeülünk, és akkor meglátjuk, hogy mit évők legyünk. A célszerű és praktikus oldalát fogjuk majd előtérbe helyezni. A költségvetésről annyit, hogy mindig nagy csodálattal adóztam azoknak, akik készítik a költségvetés, szakemberekre kell ezt bízni, és nagyon-nagyon köszönöm a munkájukat, Gyurcsek János alpolgármester úr munkáját, Szabóné Bóka Réka csoportvezető asszony és a stábjának a munkáját, az intézményvezetőknek a hozzáállását és a szakbizottság elnökének és tagjainak a munkáját, hiszen egy közös gondolkodása, egy közös ténykedéssel lehet összerakni egy jól működő költségvetést. Mitől működhet jól egy költségvetés? Attól, hogyha az reális, van egy olyan képlékenyebb része, amivel szabadon lehet gazdálkodni, szabadon lehet tervezni, munkára ösztönöz az a költségvetés, hiszen egy folyamatos gondolkodásra készteti a felhasználókat, takarékosságra készteti, és minden olyan szeletre juttat egy kis pénzt, amire a városnak szüksége van, amitől város egy város. Nyilván, ahogy a korábbi percekben mondtam, van egy határ, hiszen a csillagoségig nem lehet elrugaszkodni, hitelfelvételről álmodozni sem lehet, nem is tartom célszerűnek, úgyhogy a bejövő bevételeket kell megtervezni. És ahogy elhangzott, nagyon sok minden olyan történik, ami a kötelező feladatok ellátásán túl önként vállalt feladatokra is jut pénz bőséggel, és új elemek is felbukkantak, ami mindenképpen üdvözlendő, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ezt mindet tudnánk tartani. Én most kérem a képviselő hölgyeket, urakat, az intézményvezetőket, hogy lehetőség szerint az első fél évben főképpen legyenek visszafogadtak, mert akkor fog kiderülni, hogy mennyi fog jutni a következő időszakra. Akkor lehet már majd könnyebben tervezni. Egyébként egy kis szabad gazdálkodás okán tartom jónak azt is, hogy egy bizonyos összeggel a képviselők is rendelkezzenek. Annak is megvan a maga előnye, hiszen akkor nem egy központi elképzelés alapján lenne felhasználva az a pénz, hanem igenis a körzet képviselői tudják legjobban azt, hogy
milyen gondok vannak, ők találkoznak a lakókkal, mit kell javítani, mit kell építeni, tehát egy kis szabad kezet mindenképpen adni kell a demokráciában, ez már szerintem egy alapelv. Én úgy gondolom, hogyha nagyon visszafogottan nyúlunk ehhez a költségvetéshez, akkor egy stabil év elé nézünk, és olyan stabil év elé, ami még egyszer mondom, a következő esztendőket is megalapozhatja. Mindenképpen javaslom az elfogadását a költségvetésnek. Van-e még valaki, aki szeretne hozzászólni ehhez? Nagyon jó érzés azért, hogy egy kis béremelést is tudunk biztosítani a dolgozóknak. Nagyon jó érzés, hogy a megszületendő gyermekeknek tudunk egy kis ajándékcsomaggal kedveskedni, és nagyon sok minden jó van még, ami szerintem örömet és boldogságot fog okozni a karcagiaknak. Ha más nem mondom, azokat a pályázati önerőket, amivel különböző fejlesztéseket tudunk megvalósítani. Tisztelt képviselőtestület, nem jelentok jelentkezést, elfogadásra javaslom a költségvetést, aki tudja támogatni, kérem jelezze. Igen, nem, tartózkodás, 9, igen, 2 tartózkodás ellenében elfogadásra került a költségvetés. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a 3-as javaslat a közterületi térfigyelő kamerarendszer működtetéséről szóló rendelet tervezetre. Viszont képviselőtestület, ahogy szaporodnak a kamerák, egyre jobban kell majd alkalmazkodnunk a különböző szabályokhoz. Jogszabály írja elő azt, hogy hogyan lehet szabályosan működtetni ezeket a kamerákat. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ehhez? Nagyon sokszor került felvetésre a kamerarendszer bővítése. Csodálkozom, hogy nem szavazták meg a költségvetést a jobbikos képviselőtársak, hiszen ők vetették fel, hogy a kamerarendszer bővüljön. Nem először, hiszen már régóta dolgozunk ezen, de csodálkozom, hogy nem támogatják ezt a dolgot. Remélem, hogy legalább a jogszabályi támogatást megkapjuk ahhoz, hogy szabályosan lehessen ezeket működtetni. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 4. napirendi pontunk, beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Ahogy tudjuk, tisztelt jelenlévők, a testület egyes hatáskörét átruházhatja a polgármesterre, a testület bizottságaira, jegyzőre és az átruházottak, illetve a jogosítottak kötelesek évente beszámolni a munkájukról. Ez az anyag van most előttünk. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Elfogadását javaslom, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat támogattuk. 5. napirendi pontunk, beszámoló a karcagi polgármesteri hivatal 2017. évi tevékenységéről. A beszámoló előadója Rúra Sándor jegyző úr, kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni? Köszönöm. Nem kíván, vitára bocsájtom a beszámolót, van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tisztelt képviselőtestület, hölgyeim és uraim! Nagyon kemény munkát végeznek a hivatalban, én úgy gondolom, hogy a képviselő hölgyek urak is érzik ezt, hiszen ezerféle gonddal, problémával fordulnak a hivatal munkatársaihoz, és még egyetlen egyszer sem hallottam olyan jelzést, hogy a itt dolgozók, a hivatalban dolgozók ne végezték volna el azt a feladatot, amit kiszabtak rájuk, vagy azt nem volt olyan kérdés sem, amit nem oldottak volna meg. Biztos vagyok abban, hogy nagyon-nagyon elfogadottak a képviselő hölgyek és urak szemében is, és tudom, hogy naponta kőkeményen végzik a munkájukat, ehhez csak gratulálni tudok, és köszönöm ezt az elvégzett munkát, és ebben az évben még pont az országgyűlési választások okán növekszik a feladatuk száma. Ez egy komoly kihívás minden ilyen alkalommal, sok erőt és jó egészséget kívánok minden hivatalban dolgozónak, hogy flottul és szépen menjen az idei munkavégzés is.
Ha nincs jelentkezés, elfogadásra szólítom, elfogadásra javaslom a beszámolót, ha tudjuk támogatni, jelezzük. Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat. Támogattuk, köszönöm szépen. 6. napi rendi pontunk. Javaslat a Karthagyvárosi Önkormányzat és a Karthagyvárosi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás felülvizsgálatára és módosítására. Jogszabályváltozás miatt módosításra van szükség. Ez történik meg, ha elfogadjuk ezt a javaslatot. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk-e támogatni a módosítást? Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Tisztelt képviselőtestület, a következő megtárgyalással kerülő két napirendi pont személyemet érinti, ezért az ülés vezetését a 7. és 8. napirendi pontnál átadom Gyurcsák János alpolgármester úrnak. Kérem, hogy szíveskedjen levezetni a napirendeket. Egyben bejelentem, hogy a két napirend tárgyalásánál és szavazásánál nem kívánok jelen lenni. Tisztelt képviselőtestület, akkor rátérnénk a 7. számú napirendi pontra. Javaslat Dobos László főállású polgármester szabadságolási tervének elfogadására. Írásos anyagot mindenki megkapta, kérdés, hozzászólás, észrevétel. Úgy látom, nincs, szavazásra teszem fel, aki támogatja, azt kérem jelezze igennel. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. 8. számú napirendi pont, javaslat Dobos László főállású polgármester úr kafetérő juttatásáról. Javaslatot írásban mindenki megkapta, kérdés, észrevétel, hozzászólás. Úgy látom, nincs. Aki támogatja, azt kérem jelezze. Igennel. Köszönöm szépen, egy hangot elfogadtuk. Bejelentem, hogy a következő napirend személyemet érinti, nem kívánok itt lenni a tárgyalásnál, valamint nem kívánok szavazni. Köszönöm. Köszönöm a támogatást. 9. napirendi pontunk, javaslat Gyurcsák János főállású alpolgármester kafetérő juttatására. A főállású alpolgármester kafetérő juttatás illeti meg. Keretösszege 200 000 forint per fő per év. Javaslom elfogadásának a támogatását. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 10. napirendi pontunk, javaslat a Jászlóspont-Szolnok megyei 3. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjának és póttagjának megválasztására. Ahogy tudjuk, a Magyarország Köztársasági elnöke az országgyűlési választást kihirdette annak idejét, 2018. április napján következik ez be. Ennek megfelelően választási bizottságot kell létrehoznunk 3 taggal, 2 póttaggal, és a választókerület székhelye szerinti település képviselőtestület dönt ebben, jelen esetben ez Karcag. A választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be, a képviselőtestület egy szavazással dönt. A fentiek alapján javaslom a tagoknak felvenni dr. Zsemberi József Karcag Zöldfalu 26/A szám alatti lakost, dr. Karádi László Péter Karcag Táncsics Mihály körül 38 szám alatti lakost, dr. Pintér Zoltán Árpád Karcag Széchenyi István sugárú 9/11 szám alatti lakost, póttagnak javaslom Pintér Lászlóné Karcag Szivárványú 11 szám alatti lakost, valamint Sípos Ferencné Karcag Kisújszállási út 10 szám alatti lakos. Miután módosítani ezen nem lehet, szavazásra teszem fel a kérdést. Ha tudjuk támogatni őket, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 11. napirendi pontunk, javaslat a Védjük meg településeinket, Védjük meg hazánkat című
felső korlát nélküli betelepítési kvóta elutasításáról szóló felhívás elfogadására. Tisztelt jelenlévők, a Megyei Jogú Városi Szövetsége január 12-én szervezett konferenciát Budapesten, annak érdekében, hogy a hazai települések polgármesterével közösen lépjenek fel a falvakat és városokat veszélyeztető felső korlát nélküli betelepítési kvóta és a soros szervezetek ellen. Településünket a rendezvényen Kovács Szilvi alpolgármester asszony képviselte. Kérdezem, hogy milyen fejlemények voltak ezen a rendezvényen. Alpolgármester asszony, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselők, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. A rendezvényen jó magam képviseltem a várost. Nagyon sok település az ország minden tájáról, több száz település képviseltette magát, polgármesterek, alpolgármesterek és jegyzők részvételével. Több településvezető mondta el a konferencia kapcsán a betelepítéssel és a migrációval a idegenes, illetve a migrációval kapcsolatos tapasztalataikat, azokat az élményeket, illetve azokat a megrázó történéseket, amiket átéltek. Megdöbbentő volt hallgatni azokat a véleményeket, amelyeket közöltek velünk, hiszen egy dolog látni a televízióban azt, amikor a kerítésen átugrálnak migránsok, és egy dolog hallani azt, amikor ezt átélt településvezetők mesélik el számunkra. Délvidéki határ mellett lévő, közvetlen határvidék mellett lévő település vezetője mesélte el, mit éltek át 2014-ben és 2015-ben. Szinte hihetetlen volt, hogy még a gyerekek se aludtak azon az éjszakán, és még a nők is védték a várost a betelepülőkkel, illetve a migránsokkal szemben. Ezt követően felállították azt a védelmi rendszert, amivel kihúzták odáig, amíg a rendőrség és a határvédelmi segítséget meg nem kapták. És a polgármester úr tájékoztatta a többi településvezetőt, hogy bizony a kormány döntése, amikor elkezdték építeni a kerítést, az ő megmenekülésüket jelentette. Beszámolót kaptunk egy másik polgármestertől, aki a család szemszögéből, majd egy másik, aki a nők szemszögéből tájékoztatott bennünket az átélt, illetve megélt eseményekkel kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a felső korlát nélküli betelepülés, illetve a migráció kormány általi elutasítását és az egész ország részéről történő elutasítását Karszak városa is támogassa, hiszen én úgy gondolom, hogy a hazánkat így tudjuk megvédeni. Többek között elhangzott az is, hogy az a fiatal, aki most él, már nem azt a környezetet tapasztalja meg, amit mi vagy a nagyszüleink megtapasztalta. És nagyon felelősek vagyunk azért, hogy azt a hazát, azt a nemzetet hagyjuk rá gyermekeinkre, unokáinkra, amelyet mi kaptunk szüleinktől, nagyszüleinktől. Ha ezt a folyamatot nem tudjuk megállapítani, ez az megállítani, ez az ország már nem lesz, nem lehet az az ország, amit mi kaptunk. Ezeket a tapasztalatokat hallva mindenki közös elhatározással, egy nyilatkozattal és egy felhívással élt a kormány felé, hogy a kormány igenis legyen felhatalmazva a települések részéről is arra, hogy az Unióban ezt megvédjék, és a felső korlát nélküli betelepítés tényét elutasítsák. Én kérem, hogy a testület a határozatával támogassa ezt, és erősítse kormányunkat ezen igyekezetében és munkájában. Köszönöm szépen. Szépen köszönöm a tájékoztatást és a megosztott információkat. Vitára bocsátom a napi rendet, van-e ezzel kapcsolatban kérdése, véleménye bárkinek? András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt testület, tisztelt jelenlévők, tisztelt televíziónézők. Örömmel látjuk ezt a javaslatot, és úgy gondolom, hogy
A Jobbik Magyarországért mozgalom ezt teljes szélességgel tudja támogatni. Van egy gondolat azért fölmerült bennem az utóbbi sajtóhírek kapcsán. Kérdezem én, hogy ezen a bizonyos konferencián adtak-e magyarázatot arra, hogy az elmúlt 3 évben a kormány hogyan engedett be 2300 az új megfogalmazás szerint oltalmazottat. Én úgy gondolom, hogy roppant társágos, és roppantul átverik a magyar lakosságot és a magyar embert a jelenlegi kormány képviselői ebbe a kérdésbe. Ezt a javaslatot azért tartom nagyon fontosnak, és azért tartom lényegesnek, hogy elfogadjuk, mert ennek ellenére, hogy a kormány így viszonyul az ígéreteihez, ahhoz, hogy megvédi az országot, és ahhoz, hogy ellenáll a bevándorlásnak. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez a város megteheti, és ezzel a javaslattal élve bármikor mondhatjuk azt, hogy ebbe a városba ne jöjjön migráns. Ebbe a városba se titkos, se oltalmazott, se fizetőképes, se semmilyen migráns ne jöjjön. Tehát úgy gondolom, hogy ez a javaslat egy nagyon jó javaslat, és ezt támogatni tudjuk. Azonban a kormány politikáját ezzel kapcsolatban mélységesen elítéljük. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólást. Tisztelt képviselő, szerintem önök összekeverik a fogalmakat. Egyértelmű, hogy a Genfi konvenció alapján a valóban menekülteket be kell fogadni. Nem az ellen tiltakozik itt senki. Ha valaki olyan helyzetbe kerül a saját országában, hogy ott az élete, családi élete veszélyben van, az mindig is befogadta Magyarország. Nem erről a rétegről van szó, és ön is nagyon jól tudja ezt. Ez a propaganda, amit ön mondott most az imént, a Jobbiknak a propagandája. Hát ez a kétszínű dolog, hogy van itt egy felhívás, hogy ez jó, de a kormány munkája rossz. A kormány ugyanezt mondja, ha nem is értem. Nem is értem, hogy mit akartam ezzel elmondani. Hát ezzel a felhívással a felső korlát nélküli bevándorlás ellen szeretnénk felhívni a figyelmet. Egy. Kettő. Azt soha nem fogjuk kimondani, hogyha itt valóban a rászoruló olyan idegen kerül a városba, hogy azt nem fogadjuk be. Erről szó nincsen. A gazdasági menekülteket nem szeretnénk befogadni. Szerintem minden normális ember így gondolja. Önök nem értik ezt a fogalmakat, nem jól ízlelik, nem jól veszik. Van egy további jelentkezés? András képviselő, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, és olyan érintettség címén értjük mi ezt egész pontosan. Tehát lehet ezt még magyarázni, csak el nem fogadni. Át lehet itt keresztelni a migránsokat bármire, oltalmazottra, rászorulóra, akármire. Tisztelt Uraim és Hölgyeim, a Fidesz kormány az elmúlt időszakban közel 20 000 migránst fogadott be ebbe az országba pénzért. Uraim, ez mi? Ugyan kérem, nem kell ezt különösebben magyarázni. És most befogadtak 2300 menekültet. Ne vicceljünk már. Ezek az emberek rászoruló kopt keresztények, persze, hogy ne. És nincs köztük egyetlen terrorista se véletlenül. Hányat kellett eddig előállítani közülük különböző bűncselekmények címén? Ezek közül az emberek közül. Lehet, hogy rászoruló. Lehet, hogy nehéz helyzetben jön. De ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a Genfi konvenció nem arra vonatkozik, hogy ide betelepítsük ezeket az embereket. Az, hogy egy ország menedéket adjon neki, igen, de nem az, hogy betelepítsük, és itt jelen pillanatban ez történik. És ez történt ezzel a 2300 emberrel is. Én továbbra is azt mondom, hogy ez a javaslatot azért kell elfogadnunk, mert ez egy eszköz a kezünkbe, hogy a városunkat meg tudjuk védeni. Legalább a városunkat. Ezért fogjuk támogatni. Lehet, hogy önök nem értenek valamit, vagy szándékosan nem értenek, vagy nem akarnak érteni valamit. Vagy egyszerűen próbálják mentegetni a kormányzati hibákat. Lehet ezt mindenféleképpen még magyarázni, de nincs értelme. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy pártalan vitában bonyolódunk, nem is érdem. Szeretném ezt tovább folytatni. Itt egy felhívásról kell döntenünk. Alapvetően
Ki hogy értelmezi, mint értelmezi, mindenki a saját maga értelmezését véli a jobbnak. Egyáltalán nem nincs arra szükség a kormányra, hogy mi védjük meg őket, szerintem nincs is ebben kompetenciánk. Egyfelől, másfelől mi itt a saját portánkon seperjünk, hogyha lehetséges. Ezzel a felhívással erről teszünk tanúbizonyságot. Nincs további jelentkezés, akkor szavazzunk, aki támogatja a javaslat elfogadását, jelezze. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat támogattuk. Köszönöm szépen. Az, hogy a közelgő választási kampányban ki hogy szeretné értelmezni a különböző státuszokat, az egy más külön kérdés. 12. napi rendi pontunk. Javaslat az államháztartás körében nem tartozó szervezetek pénzügyi támogatására. Tisztelt jelenlévők, az önkormányzat pályázatot írt ki döntésünk, közös döntésünk alapján. A hétköznapi nevén mondva civil szervezetek számára a munkájuk megkönnyítésére. 52 pályázat érkezett a december 31-i határidőre. A pályázatokat egy bizottság véleményezte, áttekintette, és a mellékletben lévő javaslattal álltak elő. Kérem, hogy ezt tessenek véleményezni. Vitára bocsájtom a napirendi pontot. Nem volt könnyű helyzet, a bizottság valóban nagyon-nagyon sok pályázat érkezett, és viszonylag kisebb keretet, 2 millió forintot lehetett felosztani. Pántér Lipó képviselőasszony jelentkezik, tessék parancsolni, képviselőasszony. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim, kedves jelenlévők, televíziónézők! Mindannyian örömmel fogadtuk a képviselőtestület novemberi döntését, mely szerint ismételten kiírja a pályázatát az államháztartás körébe nem tartozó szervezetek pénzügyi támogatására. A városban a szervezetek örömmel éltek ezen lehetőséggel, és mint ahogy polgármester úr is mondotta, december 31-ig a határidőig 52 pályázat érkezett. A támogatás összege a szervezetek részére, ez is elhangzott, 2 millió forint, ennyi került megállapításra. A legutóbbi testületülésen elfogadásra került egy javaslattevő bizottság, Szepesi Tibor képviselő úr, Gulyás Ferencné intézményvezető és Pánti Ildikó személyében. Munkánkat koordinálta, jól előkészített anyagot bocsájtott rendelkezésünkre Nagyné Major Mária irodavezető, akinek itt is, valamint a bizottság tagjainak is szeretném megköszönni munkájukat. Sok szempont volt, amelyet a bizottság igyekezett figyelembe venni a javaslattételnél, többek között. Az önkormányzat által létrehozott alapítványok nem vehetnek részt semmiféle pályázaton, nem adódik számukra lehetőség, mint önkormányzat által létrehozott pályázatoknak. Ők csak ide pályázhattak. Ez a lehetőség a többi szervezetnek, egyesületnek adódik, hiszen hál' Istennek sok-sok pályázat íródik, kerül kiírásra, és bizonyára, hogy mindegyik szervezet megtalálhatja maga lehetőségét. Az egyesületek, a szervezetek, a klubok különböző paraméterekkel rendelkeznek. Ez természetes is. Létszámban, lehetőségeikben, támogatásukban, küldetésükben. Hiszen emberi közösségek valamiért annak idején létrejöttek. A támogatást többen kérték működési költségeik fedezetére, kiadásaiknak a fedezetére. A szervezetek tagjainak kirándulására, egy-egy alkalomra, egy-egy egyesületi rendezvénynek a megszervezésére. Öröm volt viszont tapasztalni, amit ebben az évben tapasztalhatunk, hogy volt néhány egyesület, szervezet, amely rendezvényével a városi rendezvények sorába lép, küldetésével a város értékeit igyekszik bemutatni városon belül az itt élőknek, városon kívül, s talán határainkon túl is.
Így próbált a bizottságunk javaslatát megtenni. A pályázatokban kért támogatás 4.722.200 forint volt, a felosztható összeg pedig elhangzott. Ennek tudatában tette meg bizottságunk javaslatát, amelyet most a tisztelt képviselőtestület elé terjesztek. Minden pályázó részesült támogatásban. Kérem, feltételezzék a javaslattevő bizottság jó indulatát, segítő szándékát, mint ahogyan ezt a képviselőtestület is teszi. Köszönöm szépen, hogy elmondhattam. Köszönöm szépen, képviselőasszony, és köszönjük a bizottság tagjainak a munkáját. Én átnéztem többször, teljesen egyetértek a megítélt összegekkel. Nem könnyű szinte a duplájáról lefaragni ezeket az összegeket. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? A szakbizottság is támogatta, köszönöm szépen. Ez is mutatja, hogy egy pezsgő egyesületi élet folyik Karcagon, és kívánom, hogy jó helyre használják fel ezek a civil szervezetek ezt a megítélt pénzt, hogyha elfogadjuk. Szavazásra teszem, tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egy hangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm a bizottság tagjainak a munkáját. 13. napirendi pontunk, javaslat az országos tornaterem felújítási program 4. ütemében való részvételre. Tisztelt képviselőtestület, a Magyar Kézilabda Szövetség hirdette meg a tornaterem felújítási programot, a önkormányzat pályázni kíván. Ezen 10 millió forint körüli összeget lehet nyerni, 30%-os önerő ellenében, és a sportcsarnokunk pályájának a felújítására kívánjuk felhasználni ezt az összeget. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény ehhez? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem. Tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 14. napirendi pontunk, javaslata a szerves hulladékkezelése Karcagon című pályázat benyújtására. Konzorcium formában szeretnénk ezen részt venni. Annak ellenére célszerű ezen a pályázaton indulni, hogy nyilvánvalóan tudjuk, hogy a zöld hulladék elkülönítése és külön elszállítása már régóta a anyagban is benne van, 2009 óta zajlik a városunkban, de mindenképpen szükséges ennek a továbbfejlesztése, egy tovább lépéshez adhat lehetőséget ezen a pályázaton nyert összeg, aminek az összértéke 240 millió forint, és támogatási intenzitása 80%. Van a kérdés, hozzászólás, véleményehez? Célszerű pályázó természetesen. Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 15. napirendi pontunk, javaslat az átkertek infrastruktúrális háttérfejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására. Hát ez nem más, mint útalap készítése pályázat, amit már itt a napirend előtti, illetve a közmaghallgatáson már szóba hoztam. Lehet pályázni egy 10 millió forintos összegre, ami jól kiszámolva olyan 1000-1200 méteres szakaszra elegendő. A javaslatban nevesítettük is ezt a területet, amit szeretnénk útalappal ellátni, ez a Csemeteket és a Méntelep közötti útszakasz, és ott a Rokkantkertben egy összekötő bel út. Ez a 10 millió forint, hogyha megnyerjük, akkor ennyi útalap elkészítésé lesz elegendő. Kérdés, hozzászólás van-e? Pánt Ildikó képviselőasszony. Nagyon egyszerre jelentkeztek, de a udvariasság szabályai szerint. Tisztelt polgármester úr, jegyző úr, képviselőtársaim! Kétszeresen vagyok érintve ezzel a javaslattal, ezzel a pályázattal, úgy, mint területi képviselő, másrészt pedig, mint idegenforgalmi bizottság jelenlegi elnöke, hiszen a Méntelepi út, hogy úgy mondjam, évekkel ezelőtt úgy feléig került útalappal ellátva,
és ha most ez sikerülne a továbbiakat illetően, akkor a Kunlovardától a Csemetekertig és így tovább idegenforgalmi látványosságok, gondolok itt nem csak a strandfürdőre, hanem a nem régen átadott lombkorona sétánynak a megközelítése, sportpálya megközelítése, tehát egy járható útszakasz. Másrészt pedig a Rokkant kertben egyre többen laknak kint életvitelszerűen. Jelenlegi tudomásom szerint 12-en, de azt lehet követni és figyelemmel kísérni, hogy egyre több ingatlan kerül eladásra, és egyre többen költöznek ki. Árammal ellátott a terület, az út viszont nem megoldott a közlekedés, és sajnos vannak olyan emberek, akikhez naponta jár ki a tanyagondnak, mert olyan helyzetben van az élelem, a segítés nagyon fontos számukra, másrészt pedig, hadd ne mondjam, a mentőautó, vagy esetleg olyan egészségügyi szolgáltatást igénybe venni bizonyára, hogyha ez a lehetőség adódik, a pályázaton nyerünk, és a képviselőtestület hozzájárul. Köszönettel fogadom, és sok-sok embernek jelent örömet a továbbiakat illetően. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is a képviselőasszony hozzászólását, és nem kéne elvinni a mikrofont, mert ott még volt egy jelentkező, de mielőtt Szepesi Tibor képviselőnek adnám meg a szót, csak megerősíteni tudom képviselőasszony gondolatait, felvetéseit. Ez is indokolja, hogy ez a bizonyos összekötő út, a Csemetekert és a Méntelep közötti út az rendben legyen. És még egy nagyon fontos dolog, ami szintén érinti képviselőasszony, mint körzeti képviselőt. Ha ez az út elkészül, akkor nagy valószínűséggel tudjuk egy picit tehermentesíteni legalább a mezőgazdasági kis gépjárművektől a Deák körút forgalmát, hiszen a kerteket itt is meg lehet akkor közelíteni. Ez egy 4 méter széles útalap lesz, pontosan azért, hogy innen lehessen a különböző arra eső kerteket meglátogatni, megközelíteni. Eredetileg úgy terveztük, hogy a más kertekben is lesznek utak, és arról nem is mondtunk még le, de először megadom a szót Szepesi Tibor képviselőnek. Tessék, Dancsóba! Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőtestület! Valóban, ahogy az elhangzottakból is kiderült, illetve az írásos anyagból is, tudjuk, hogy a pályázati keretek is végesek, és hát nyilván tudomásul veszük a kerti utak sorrendjét, a fontosságát, ugyanakkor arra kérem polgármester urat és a képviselő társakat is, hogy keressük és találjuk meg azokat a lehetőségeket, amelyek a további kerti utak rendbetételét is, így például az én körzetemben mondjuk a Kurta kerti utak rendbetételére is ad lehetőséget. Én bízom benne, hogy ebben az évben, ahogy polgármester úr is már utalt rá, lesz arra lehetőség, hogy ezek az utak is hasonlóan rendbetételre kerüljenek. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, így van. Eredeti terveink szerint mint a Rokkant kert, mint a Kurta kert egyes út szakaszait meg szerettük volna javítani, illetve útalappal szerettük volna ellátni, és sajnos ez a 10 millió forint ennyire elég, tudomásul kell venni. Ezért örülök annak, hogy a költségvetés egy képlékeny dolog azért, hiszen ha összetudunk takarékoskodni még annyi pénzt, és reményeim szerint így lesz, akkor a Kurta kert egyes szakaszait is el tudjuk látni útalappal. Ezen leszünk mindenképpen. Van-e további kérdés, jelentkezés? Pályázaton való részvételről döntünk, ha támogatjuk, jelezzük, igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat fogadtuk el. Köszönöm szépen. 16. napelőnek pontunk javaslat. A lakhatási körülmények javítására vonatkozó pályázat benyújtására. Itt most jó néhány ilyen pályázatos történetünk van. Egészen pontosan F-kopos pályázat keretében szociális bérlakások felújítására lehet pénzt nyerni. Nagyon szerény összeget, ez valóban egy ilyen kisebb felújítás, kisebb átalakítás tesz lehetővé. Egészen pontosan 11 darab ingatlanra, önkormányzati ingatlanra teszünk javaslatot ebben az anyagban.
Vitára bocsájtom a napirendet, kérdés hozzászólás van-e. Ha nyerünk, akkor minden ingatlanra 1 millió forint jut egy kis felújításra. Az is több a semminél, mindent meg kell ragadni. Kérdés hozzászólás van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Köszönöm szépen. 17. napirendünk javaslata a térfigyelő kamerák adatvédelmi üzemeltetés és adatbiztonsági szabályzatának elfogadására. Jogszabályi előírás miatt kell erről beszélnünk és döntenünk. Van a kérdés, hozzászólás, vélemény? Mellékletben tetszenek megtalálni a szabályzatot. Tudjuk-e támogatni az elfogadását? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. 18. napirendi pontunk javaslat a Kasszas Arany János utca 15/2 szám alatt ingatlan fejlesztésére benyújtott pályázatot szükséges tulajdoni hozzájárulása. Ez az ingatlan nem más, mint az Arany János általános iskola, ahol itt is azt mondja, hogy a kivételesen nem mi, hanem a Kasszasi Tankerületi Központ nyújtott be pályázatot energetikai fejlesztés okán. Nekünk, mint tulajdonosoknak a hozzájárulása szükséges ehhez. Van-e kérdés, hozzászólás, vélemény? Tudjuk-e támogatni? Köszönöm szépen, egyhangulag fogadtuk el, illetve támogattuk. 19. napirendi pontunk javaslat a Kalcad Dózsa György út 29 szám alatti ingatlan a Magyar Agrár, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére történő részbeni bérbeadásról szóló 295/2017 számú határt módosítására. Néhány adat változik. Kérdés, hozzászólás van-e? Támogatását javaslom. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 20. napirendi pontunk javaslat a Kalcad Ohio téri 1778/2 helyrezi számú ingatlanon álló 3-as és 4-es számú üzlethelyiségek Karcagi Erőforrás Kft.-nek történő üzemeltetése átadására szól. Döntöttünk a két üzlethelyiség megvásárlásáról, célszerű üzemeltetésre a Kft.-nek átadni. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk-e támogatni? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. 21. napirendi pontunk javaslat a Kalcad Északi utca 37 szám alatti önkormányzati bérlakás pályázat útján történő bérbeadásáról szól. Jelenleg üresen áll az ingatlan, célszerű megpályázhatni, amíg üresen áll, gondolom lesz jelentkező bőséggel. Kérdés, hozzászólás. A bizottság támogatta a meghirdetését. El tudjuk-e fogadni? Igen. Nem, tartózkodás nélkül egyhangulag fogadtuk el. Szünetet tartok, mert olyan nagy a beszélgetés most már, hogy kezdenek fegyelmeletlenné válni a képviselő hölgyek urak, meg gondolom már sokat is ültek. 5 perc szünet. Alpolgármester úr, tessenek helyet foglalni. Folytatjuk. Tisztelt képviselőtestület, folytatjuk akkor a munkánkat. A 22. napirendi pont, ami a jelentések, 34 darab jelentést tartalmaz az anyag, bármelyikhez van-e kérdése, véleménye a tisztelt jelenlévőknek. Ha nincs, akkor összevont szavazást javaslok, aki el tudja fogadni a jelentéseket jelezve. Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulag támogattuk. Köszönöm szépen. 23. napirendi pontunkhoz érkeztünk, amitől kezdődően zárt ülés. Tisztelt képviselőtestület, az átülés végére értünk, egyetlen napirendi pont maradt megtárgyalatlanul, a pont napirendi pontunk,
27-ként javaslata a KACA kincsen rendezvény szervező non-profit korlátor felelősségi társaság javadalmazási szabályzatának elfogadására. Jogszabályi előírás ennek a szabályzatnak a megléte. Kérdés, hozzászólás, vélemény van-e? Tudjuk-e támogatni az elfogadását? Igen, nem, tartózkodás nélkül egyhangulat támogattuk. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselőtestület, a napirendek megtárgyalásának most értünk a végére. Felkérem jegyző urat, hogy az előzetes programról legyen kedves tájékoztatást adni. Január 26-án rendezi meg végzős tanulóinak szalagavat ünnepségét a Szent Anna és Sámuel Középiskola és Kollégium. Január 27-én a rákellenes világnap alkalmából a Mindig van remény daganatos betegekért alapítványt ad rendezvényt a Déryné Kulturális Központban. Ezen a napon kerül megrendezésre a Városi Sportcsarnokban a játékos sorverseny országos elődöntője is. Január 31-én lesz a Korda Vince Alapfokú Művészeti Iskola karcagi társastánc tanszakának fél évzáró vizsgája a Déryné Kulturális Központban. Február 1-én a Városi Diák Önkormányzat tartja választással egybekötött közgyűlését az Ifjúsági Házban. Február 2-án a Herman Otto Intézet és a Dipol csoport alkalmazkodj okosan elnevezéssel az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos konferenciát rendez a Déryné Kulturális Központban. Február 3-án kerül megrendezésre a DDC Sport Egyesület országos minősítő táncversenye. Február 8-án tartják az általános iskolás felső tagozatos diákok számára meghirdetett Szép Magyar Beszéd versenyt az Ifjúsági Házban. Február 9-én a Világjárók sorozat vendége Németh Mihály lesz, aki grúziai útjáról mesél a Csokonai Könyvtárban. Február 10-én a Győr István Katolikus Általános Iskola szülői munkaközössége és a Nyelvi Laborral a Nyelvtanulásért Alapítvány Kuratóriuma Jótékonysági Bált rendez a Déryné Kulturális Központban. Február 16-tól 18-ig asztali tenisz országos diákolimpia döntőt rendeznek a Városi Sportcsarnokban. Február 16-án kerül sor a Györfi István Katolikus Általános Iskola által szervezett Györfi Néptánc gálára. Február 17-én a Karcagért Közalapítvány Kuratóriuma és Karcagváros Önkormányzata közéleti bált rendez a Déryné Kulturális Központban. Február 19-én a Kátai Gábor Kórházban ünnepség keretében emlékeznek meg a Magyar Ápolók Napjáról. Február 20-án a Csokonai Könyvtárban bemutatják a Trianoni Szemle című folyóirat 2017 évi 3. és 4. számát. Február 22-én a Kátai Gábor Kórházban kerül átadásra az Anyák Háza program keretében megvalósult fejlesztés. Február 26-án a Bérletes Színházi Sorozat 3. előadására várják a színház kedvelőit a Déryné Kulturális Központban. A Veresegy Színház Neil Simon Női Furcsa Pár című végjátékát mutatja be. Köszönöm az információt a tájékoztatási jelző részéről. Tisztelt képviselőtestület, bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2018. február 22-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselő testület. Van-e valakinek javaslatra, napirendi ponti javaslatra erre az ülésre? Amennyiben nincs, nagyon szépen megköszönöm a testület tagjainak a megjelenését, aktivitását, a mai ülést bezárom, további szép napot kívánok mindenkinek!